egy tutyimutyi kerületi vezetésnek köszönhetően a Ferencvárosi Önkormányzat és Ferencváros 500 millió forintot elbukott a város rehabilitáción, a város felújításon. Azt kell tudni, hogy a város rehabilitáció, a város felújítás az 20 éve Ferencváros egyik büszkesége. Régi, lepusztult házakat, rossz komfortfokozatú lakásokat felújítunk, szépen moderné tesszük, és oda költöztetjük be azokat a lakókat, akik még rossz lakásban laknak, tehát megy egy ilyen folyamat. Ez 20 éven keresztül folytatódott, egészen 2010-ig. Mi minden évben általában 4-5 ház felújítására nyerünk pályázatot, vagy nyertünk pályázatot egészen 2010-ig. 2010-ben 4 lakóházra nyertünk felújítást, erre a 4 lakóházra, ami itt van, és itt van, hogy mennyit nyertünk az adott lakóházban. Az van a szerződésben, amit megkötünk a fővárossal, hogy ezeket a házakat 2013 év végéig fel kellett volna újítani, meg kellett volna csinálni. 3 év állt rendelkezésre, hogy ezek a házak elkészüljenek. Pályázni csak úgy lehetett, hogy vannak építési engedélyek, kiviteli tervek, tehát minden papír megvolt ahhoz, hogy fizikailag az építői munkát a közbeszerzés után elkezdjék. Az elmúlt 4 évben nem sikerült ezeket a lakóházakat felújítani, ezért a fővárosi közgyűlés úgy döntött 2 héttel ezelőtt, hogy azt a részt, amit ő vissza nem térítendő támogatásként a házak felújítására adott, ezeket elvonja, és itt látható, hogy mekkora az elvonás az adott pályázati összegből. Ez összesen 500 millió forint. Ez azért van, mert a kerületi vezetés 4 év alatt nem volt képes felújítani ezeket a lakóházakat. Tehát azt tudom mondani, hogy egy klassz vezetéssel, amelyik szakmailag ért ahhoz, amit csinál, akkor ezt a pénzt nem vesztettük volna el. Így most Ferencváros 500 millió forinttal lett szegényebb. Azt ma még nem tudom, hogy ezt az 500 millió forintot honnan és miképpen fogjuk pótolni. Ezért azt kezdeményezzük, hogy a polgármester hívjon össze rendkívüli képviselőtestületi ülést, még akkor is, ha nyár közepén vagyunk, mert ez egy fontos kérdés. Nézzük meg, hogy a költségvetésből honnan lehet ezt az 500 millió forintot összeszedni, és nézzük meg, hogy ki a felelős annak, hogy ezt a pénzt elvesztette Ferencváros, és szegényebb lett 500 millió forinttal. Ugye most elmondottak egy jó érve arra, hogy váltsunk, és másik polgármestert kell keresni Ferencvárosba, olyat, aki valóban elkötelezett a Ferencváros iránt, a városrehabilitáció, a fejlődés iránt. Az együtt részéről felvetődött Gegesi Ferenc nev, aki korábban 20 évig Ferencváros polgármestere volt, az ő személye körül van egy összefogás, mi magunk is el tudjuk őt fogadni, tehát ő lehet közös polgármester jelöltje az ellenzéki pártoknak itt Ferencvárosba. Az ő 20 éves munkája egy jó alap volt arra, hogy valóban Ferencvárosért tesz, hiszen az a városrehabilitáció pont, amiről beszéltem, az ő munkájának az egyik eredménye. Úgyhogy az ő személye körül van egy egyetértés és van egy összefogás.